püspökként először vagyok, korábban voltam kétszer, nagyon-nagyon régen Csesztokovába és utána Krakkóba, de Krakkóba csak a végén. Nagyon szép ez a találkozó, úgy érzem, hogy nagyon jól szervezték, nagyon sok önkéntes van, 20-valamennyi ezer önkéntesről hallottam, akik segítenek, hogy minden jól menjen. Nagyon szép volt a tegnap a megnyitó mise. Látni azt a sok-sok fiatalt, én igazából az én lelkesedésem az a kis csoportokért van, de amikor látok mégis ilyen nagy-nagy sereg fiatalt, akkor megerősödök a konkrét reményben. És külön élmény volt máma ebben a magyar templomban, hát nem magyar templom, de mi azzá tesszük néhány napra, látni ezt a sok lelkes fiatalt, együtt részt vettünk a katekézisen, utána a Szentmisén, és nagyon szépen énekeltek, lelkesen énekeltek, jó kérdéseket tettek fel, úgyhogy egy szép családias hangulat volt, jó lehet valami 1200-an, 1300-an is jelen vagyunk itt. Egyébként az is nagyon szép, hogy a városba bárhova megyünk, minden utcába végignézünk, akkor tele van fiatallal. És igazából ez kicsit azt is jelenti, hogy van reménység. Nagyon sok fiatal van, akik hisznek, akik Jézusért lelkesednek. Persze az elbizonytalanodásaikban szükség van segítségre, mint ahogy mindannyiunknak szüksége van segítségre. Ezért is jó ez a találkozó. Várjuk Ferenc pápát is, hogy megérkezzen. Ő is nagyon szereti a fiatalokat, sok-sok üzenetet küldött erre a találkozóra is. És úgy gondolom, hogy amit a találkozó mottojául kitűzött maga Ferenc pápa, hogy Mária felkelt és sietve elment Erzsébethez, ez nagyon-nagyon sokat segít nekünk, hogy odafigyeljünk a jó Istenre, befogadjuk, és ez ne legyen számunkra egy olyan, amit magunkba zárunk, hanem tovább megyünk, kivisszük ezt, elvisszük az örömhírt, nem úgy, mint egy reklámot, hanem úgy, mint ahogy a szívünk úgy tele van Jézus közelségének az örömével, hogy meg akarjuk osztani az egész világgal, és ebben reménykedünk, hogy így a mi fiatalok lelkesedése által is eljut Jézus közelsége az emberekhez is. Talán mégis van akkor reménység a békére is, akkor is, hogyha csak annak a magvait hintegetjük.